láttam, és akkor itt található a doboz, amit előbb is láthatok. A doboz állapotáról csak annyit, hogy azért ilyen kicsit viseltes, mert egy ilyen újra csomagolt verziót vásároltam, mert számomra így sokkal kedvezőbb áru volt, és mondom, nem akartam olyan sokat, viszonylag sokat költeni a gépre. A fontosabb specifikációk itt megtalálhatóak rajta. F550JX néven fut a gép, de elég sokat kutattam utána, és mindenhol X550JX néven találtam meg ezt a gépet, de végül is névileg teljesen mindegy, hogy mi a neve. Ebben egy i7-es 4 magas 4720 HQ processzor találtam meg, amely 2,6, illetve turbo 3,6 GHz-en képes működni, 15,6-os Full HD kijelző, 8 GB RAM találtam meg benne, 1 terrás háttértár, egy GeForce GTX 950M 4 GB-s videókártya, operációs rendszer nem kapott, és illetve ez egy fekete verzió, de még kapható szürkében is. Na és akkor bontsuk ki maga a laptopnak a dobozát. Ugye, ha itt kifeszítjük elől, akkor elénk tárul egy következő kartonréteg. És ez alatt a kartonréteg alatt található maga egy fehér borításban a laptop. És ha ezt innen kivesszük, és tovább vizsgáljuk a doboz tartalmát, akkor láthatjuk, hogy van benne még egy hálózati adapter, illetve hozzá szükséges kábel, és némi leírás egy CD kíséretében, és ennyi található a dobozában a laptopnak. És ezt levesszük, akkor már itt is láthatjuk a laptopot, amely nem tudom kamerában mennyire jön át, de egy ilyen piros csíkos mintával rendelkezik mindkét oldalt. Itt egy Asus logó található, illetve itt oldalt egy DVD olvasó, egy Kensington zár, egy USB 2.0, itt elől található még egy kártyaolvasó, aminek különösen örülök, hogy rajta van még, illetve itt található két USB 3.0, egy mikrofon és egy fejhallgató jack bemenet, illetve itt az internet csatlakozó, egy HDMI, illetve egy VGA csatlakozó. DisplayPortot nem kapott a laptop. Itt látható a töltésnek a csatlakozója, illetve egy ventilátor található. A gépnek az alján az aksi található, illetve egy nagy darab, itt az elején megbontható a gép. Tehát viszonylag könnyen szétszedhető. Ha felnyitjuk a laptopot, akkor itt található a billentyűzet, illetve a kijelzőnek a védője. És ha látjuk megnézzük a laptopot, akkor láthatjuk, hogy egy ilyen piros billentyűzetet kapott, de világítással nem rendelkezik a laptop. Itt felül látható egy Sonic Master felirat, tehát egy jobb minőségű hangszóró található meg benne, illetve felül található itt a bekapcsoló gomba, amely szerencsére egy külön részre került, és nem ide a billentyűzet sorába integrált ebből a külön öröm. Itt látható az i7-es felirat, a GeForce matrica, illetve néhány tulajdonsága, amit az Asus Plus-ba beleépített a laptopjába, illetve a fontosabb specifikációk. Ahogy már említettem, a megjelenítő egy Full HD és matt kijelzőt kapott, szerencsére, illetve nem tudom mennyire látszik, fölül még egy webkamera is kapott helyet, aminek a minősége hát még. Tehát itt lenne a gépen még találhatóak az állapotjelző ledek, amelyből összesen 6 darab van. Itt a bekapcsolást jelzi, az aksit, akkor a háttértár működését, a wifi-t, a caps lockot, illetve a numerikus billentyűzetnek az árát. Mivel a laptop kapott numerikus billentyűzetet is, szerencsére. Ennyi lenne ez a kicsomagoló videó. Ha
remélem tetszett. Ha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, illetve ha szeretnétek még több ilyet látni, akkor azt írjátok meg, illetve iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!